Én összességében nagyon türelmesen és nagyon fegyelmezetten játszott a csapat, mindent elkövetett annak érdekében, hogy meg tudja szerezni a 3 pontot. Fegyelmezetten járattuk a labdát, én azt gondolom, fegyelmezetten voltak olyan lehetőségeink, amiben jól vették észre a játékosok, és ha egy picit koncentráltabbak vagyunk, lehet, hogy tudtunk volna még gólt rúgni, de összességében én azt gondolom, hogy mindenki felszabadulta, játszik a Győri Eto ellen, hiszen veszteni valója nincsen, veszteni valója a Győri Etónak van, és ezért kell nekünk minél fegyelmezettebben és minél koncentráltabban játszani, és ezért kell a szurkolóinktól is minél nagyobb segítség, hogy a játékosokban minél nagyobb plusz kerüljön. Én azt gondolom, hogy mindent elkövettek annak érdekében a játékosok, hogy ezt a 3 pontot megszerezzék. Nagyon tudatosan, nagyon fegyelmezett, és azt gondolom, hogy jól is játszottunk. Mai mérkőzésen minden fordulópont nekünk rosszkor jött a sérülés, a gól az mindig rosszkor jön, nem beszélve a második gólunkról, az szárítható lett volna, úgy érzem kívülről, és utána még, hogy a rossz folytatódjon. A kiállítás, úgy gondolom, hogy ez megpecsételte teljes mértékben a sorsunkat, és az Eto megérdemelten nyerte a mérkőzést, de viszont mi sem játszottunk alárendelt szerepet, és minden játékosom a vereség ellenére is gratulációt érdemel.